Kedves nézőink, indítjuk a napokat a 29. Alföldi Állattenyésztés és Mezőgazda napokról Hódmezővásárhelyről. A második napnál tartunk, és életbevágóan fontos témával kezdjük. Mindannyiótokat érint Derbitúr, gázolajkút.hu, amin megtaláljátok a részletes információkat, és szakemberünkkel kezdünk, légy szíves mutatkozz be nekünk, és vágjunk a közepébe rögtön itt a témáknak. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, Kovács Máté vagyok a Derbitúrtól. Mezőtúrról, és azt vettük észre a legutóbbi, tehát az utóbbi időben, gondolom ezt mindenki tapasztalta azért mezőgazdaságban, hogy iszonyatos készlethiány és nagyon rapszódikus ellátás jellemzi most a magyar piacot, gyakorlatilag mindenből, legyen az gázolaj, legyen az AdBlue, legyen az műtrágya, és éppen ezért nagyon megnövekedett az igény arra, hogy otthon egy saját tartály biztosítva legyen arra, hogyha esetleg a kúton most éppen csak 100 litert adnak, de a következő nap már kiszolgálnak IBC-be, akkor ne legyen kapkodás, ne legyen gondolkodás, hanem egyből legyen mihez nyúlni, egyből legyen mibe beszerezni a majdnem azt mondom a legfontosabb input anyagot, amire egy gazdaságnak szüksége van. És mi éppen ebben próbálunk és tudunk segíteni a magyarországi gazdálkodóknak. Mondjál egy kicsit a ti készletetekről. Most még elérhetők ezek, amiket elhoztatok ide a kiállításra? Így van. Szerencsére most már, tehát az elmúlt 3 hónapunk azért egy elég komoly logisztikai probléma volt, amit én úgy gondolom, hogy a csapatunknak köszönhetően sikerrel vettünk. És most már úgy néz ki, hogy kiegyenesedik a készletünk is, és most már azért utolértük magunkat a rendelési állomány kiszolgálásával, azért itt több mint 300 tartályról beszélünk, ami azért még egy-két éve egy, és ez csak telepíthetőből, ami egy-két éve azért még egy egész éves mennyiség volt, úgyhogy nem volt egyszerű dolgunk ebben az elmúlt 2-3 hónapban. De most már szállíthatóból és telepíthetőből is gyakorlatilag raktárról tudunk adni bármit. Hát nem azt mondom, hogy bármit, de tudunk adni. Például a gyakorlatilag legnépszerűbb szállító tartályunkat, az IBC tartályokat. Ezekről annyit kell tudni, műanyag és fémcsapos kivitelben is forgalmazzuk őket. A műanyag csapost inkább annak ajánljuk, aki otthoni tárolásra szeretne egy megoldást, és esetleg kiszaladna az IBC-vel azért néha-néha a kútra. A fémcsapost pedig annak, itt ugye látszódik is, a tartály síkjából nem jön ki a csap, gyakorlatilag, ezért mondjuk, hogy ha elfelejtjük lekötni, akkor sem a platónak a hátulja nem a csapot fogja szétverni, hanem a tartás síkjával elnyelik közösen az ütközést, és nem fog elfolyni mondjuk az adott esetben 900 vagy 1000 liter gázolaj, és így ezt annak ajánlom, akik sok gázolajat szállítanak folyamatosan, tehát akár a telepről a gépekbe, akár a benzinkútról a gépekbe, de mindenképpen akik napi szinten vagy mondjuk heti szinten szállítanak gázolajat, vagy csak szeretnének egy bombabiztos megoldást. Ezekre az IBC-kre szereljük fel a Premium DT Line kimérő szerkezeteinket, amiket az olaszországi Edenpunszal közösen készítettünk, és ez a saját márkás kimérőnk, ebből gyakorlatilag nem található meg senki másnál, sem az országon, sem a világon, hiszen ez csak nekünk gyártja ebben a formában, így az Edenpumps. Haladjunk tovább, azt javaslom, van itt még nálatok nagyon sok minden, ami széles körben a gazdálkodókat érintheti, illetve érdekelheti. Részes mutasd meg azokat akár AdBlue tartályokat, akár üzemanyag tartályokat, amelyek soron következnek, és már itt előzetesen beszélgettünk róla, hogy nagyon praktikus eszközöket hoztatok ki a vásárhelyre is. Így van. Amit most lehet látni, például telepíthető gázolajkút témába, az a komplett készletünk 2500-tól 9000 literig, illetve nyilván ennek a készletnek egyébként részét képeznék a konténeres tartályok, amiket már azért lassan 15 éve forgalmazunk, viszont sajnos ebből ugye mindenki tudja, itt az acélhiány miatt annyira rapszódikus az ellátás, hogy most éppen azért nem hoztunk ide ki bemutató darabot, mert inkább az egyik kedves partnerünknek vittük ki, hogy legyen mibe tárolni, viszont ezeket is azért két-három héten belül tudjuk szállítani megrendeléstől számítva, ez nyilván a mai elérhetőség, tehát mindenképpen érdemes, hogyha ilyenben gondolkodunk, minél hamarabb lépni, hiszen mi azért még várunk egy kiugró keresletet a júliusi ástop vége előtt. Amiket itt látunk egyébként, ezek a Dezo és Fuelmaster termékek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a Dezo az inkább egy árérték arányban kiváló termék, ami még mindig én azt gondolom a piac felé nő bizonyos műszaki megoldásokkal, hiszen például látszódik
Ezen például látszik, hogy az ajtó is struktúrált, tehát egy megerősített szerkezete van, nem csak egy sima műanyag lemezt raktak oda, illetve már ebben is megtalálható azért a digitális mérőóra, a 6 méter tömlő, vagy az automata pisztoly, amire én azt gondolom, hogy minden telepíthető tartálynál szükség van, a szűrőről természetesen nem is beszélve, viszont a Kingspannak a Fuelmaster szériája az egy abszolút a piac fölé növő termék, úgy gondolom minőségben. Éppen ezért olyan dolgokat lehet itt elérni, mint a ledes lámpa, vagy a 3 év teljes körű kiszálló garancia, ami azt jelenti, hogy bárhol az országban, hogyha elromlik egy ilyen, szerencsére erre nem nagyon van azért példa, de bárhol az országban elromlik egy ilyen, akkor nálunk, mint hivatalos Kingspan Service Partnernél beül valaki az autóba, elmegy, megcsinálja a lehető legrövidebb időn belül, és természetesen a gazdálkodónak minden ingyen van, beleértve a kiszállási költséget is. Ez igen. Azt gondolom, hogy valóban kevés ilyen lehet, hogyha ilyen vállalásotok van, tehát ez mutatja azért a minőséget. Így van. Tényleg nagyon kevés meghibásodással dolgozunk, illetve azért tudni kell, hogy ezeknek a tartályoknak azért egy elég vastag fala is van, ami mondjuk a súlyon is megmutatkozik, tehát itt a hasonló kaliberű termékekhez képest is azért nehezebbek. És ez mutatja a falvastagságot, illetve fontos elmondani, hogy tényleg felszereltségben már a 3-colos Alaflex csatlakozót tartalmazzák, a számkijelzős, literkijelzős szintjelzőt tartalmazzák, tehát tényleg egy olyan termékről beszélünk, ami azt gondolom minden igényt kielégít, és most már szerencsére kapható raktárról is. Tehát már azért a 2500, a 3500-es és lassan-lassan, de a 9000 literes verziókat is most már raktárról lehet elérni. Szuper. Simi éppen mutatja az AdBlue tájutokat, az egyiket. Mondd el nekünk, hogy mit nézünk, amikor látjuk a belsőjét, milyen előnyei vannak. Ő a Dezónak egy AdBlue vonala, ő 2500 literes, és tehát innentől kezdve tényleg egy kiváló árértékarányú termék. Én ezt azoknak ajánlom már, akiknek több gépe, több traktorja van, amiben AdBlue-t kellene tankolni, hiszen... És nem szeretnének vele foglalkozni, mint egy IBC-vel, hogy hopp, most meleg van, most be kell vinni az árnyékba, most hideg van, most be kell vinni a melegre, hiszen tudjuk, az AdBlue-nak két ellensége van, a hideg és a meleg. Itt már látszódik, hogy a tartály tartalmaz egy fűtést, tehát egy automata fűtést, ami egyébként tényleg automatikusan kapcsol be, ez a felhasználónak gyakorlatilag semmit nem kell csinálnia, illetve a belső és a külső tartály köze ki van fújva egy speciális anyaggal, innentől kezdve ez így, ahogy itt van, hogyha ezt lerakom, ez mínusz 40 fokig simán meg kell védeni az AdBlue-t. Azért Magyarországon mínusz 40 fokra nem tudom, mikor volt utoljára példa, de természetesen tartalmaz olyan a használatot könnyítő elemeket is, mint az automata pisztoly, a hosszú tömlő, vagy a digitális mérőóra. Szuper. Szeretném, hogyha szólnál néhány szót a Melas vonalában is a tartályaitokról, mert előzetes beszélgetésünk során nagyon-nagyon izgalmas dolgot mondtál, ami saját fejlesztéshez is kapcsolódik. Így van. Már lassan 3-4 éve forgalmazzuk a Kingspan Agrimaster prémium minőségű nitroszol tartályokat, amiről azért tudni kell, hogy egy 10 év 200%-os garanciát adunk hozzájuk, ami azért még én is azt gondolom, hogy egész fantasztikus. Itt arról van szó, hogy ha véletlenül bármilyen rendetetésszerű használat alatt keletkezett sérülésből fakadóan kiukad, akkor nem csak a tartályt javítjuk vagy cseréljük, hanem megtérítjük azt is, ami benne volt. Na most ez azért nitroszolnál elég sok millió forintot jelent. Nyilván ez egy olyan vállalás, amit tudjuk, hogy alapvetően nem lesz szükség rá, hiszen most már azért több mint 500 eladott darabnál egyetlen egyszer sem fordult elő ilyen probléma, úgyhogy és teljesen biztos vagyok benne, itt a 2-3-4 cm-es falnak köszönhetően ezután sem fog. Nyilván ez egy nagyon jó termék, nagyon szeretik a piacon, viszont gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne még tovább fejleszteni, és ahol láttunk egy elég nagy rést itt a kínálatban, az a Melas volt, tehát az állattenyésztési divízió. Most és 2 éve kezdtünk egy együttműködést egy nagyon jelentős magyarországi vállalattal ezzel kapcsolatban, akiknek a kérésére fejlesztettük ki alapvetően ezeket a termékeket. Így most már elérhető a kínálatunkban Melasra is az Agrimaster, és ráadásul a saját fejlesztési DT Nitromix kimérőrendszerünkkel úgy, hogy
akár automata adagoló rendszert is tudunk hozzá biztosítani, a keverésen kívül természetesen. Ez azt jelenti, hogy ha aláállat a kormány keverőkocsi, akkor a sofőrnek akár még ki sem kell szállnia a traktorból, csak megnyom egy gombot, beállítja az ideális mennyiséget, és a tartály automatikusan leadja a megfelelő mennyiséget. Fantasztikus, és látjuk évről évre, hogy folyamatosan erősödtök az állattenyésztési ágazat területén ezekkel a tartályokkal, illetve ezekkel a nagyon magas minőségű műanyag eszközökkel. Mesélj egy kicsit a másik standotokról, ahová mindenkit invitálunk szeretettel szombat estig. Ott mi látható? A másik standunkon először is Balázs kollégával lehet találkozni, aki hajlandó órákat beszélni a tehenészetről és bármilyen fajta állattenyésztésről, ezt szerintem már te is tapasztaltad. És éppen ezért ő található azon a standon, illetve a Kingspannak a prémium állattenyésztés divíziója. Ezek masszív, robosztus termékek, például itatók, például borjúházak, vagy ezekhez kapcsolódó termékek. Ezek tényleg olyanok, amik kiállják az időjárás próbáját, és most már bármilyen használati próbát, és most már azt vesszük észre, hogy egyre jobban keresik a piacon ezeket a termékeket, hiszen tehát sok olyan ügyfelünk van, aki vett tavaly, ugyanitt az állattenyésztési napokon mutattuk be, vett tavaly egy darabot, hogy na, elmegyünk, kipróbáljuk, és most már visszajött, hogy oké, akkor nekem ebből kellene 10, mert ez tényleg egy olyan jó termék, aminek úgy gondolom, hogy helye van a gazdaságomban. Ennek természetesen nagyon örülünk, és reméljük, hogy folytatódni fog ez a növekedés. Igen, és elmondanám még, hogy nagyon erős kopássállóságú, nagyon jó ütésállóságúak ezek az eszközök, újrahasznosított alapanyagokból vannak, tehát annak ellenére, hogy nagyon magas minőségű műanyag, nagyon hasznos ez a környezet szempontjából, ennek a használata. Úgyhogy ezeket ismerem én is, és bizony jó lenne egy ilyen szett otthonra, úgyhogy gondolkodunk is rajta. Minden esetre mindenkinek javaslom, hogy teljes körű tartályokra, készletraktározásra és mindenféle olyan fontos dologra, ami most életbevágóan fontos a gazdálkozás során. Gyertek el ide, és a Derbitur Kft-nél a szakembereket keressétek fel bizalommal, akár ezen a standon, akár a másik standotokon, biztos, hogy hasznos információkkal fogtok gazdagodni. Zárjuk most az élőadásunkat, köszönjük szépen ezt a körbevezetést, és akkor hamarosan újra jelentkezünk nektek. Sziasztok! Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!